Eseményekkel teli nyarat tudhat maga mögött a Nógrádi Vadásztársadalom, hiszen az Országos Magyar Vadászkamara Nógrád vármegyei területi szervezete új, tágasabb székhelyi épületbe költözhetett. Egy új, az országban eddig egyedülálló logót vezettek be a hivatásos vadászok öltözékén a könnyű beazonosításra, illetve természetesen képzik és vizsgáztatják az ifjú vadászjelölteket. Emellett szakmai anyagokat készítenek a folyamatosan változó törvényi háttér megismertetésére, és a változásokra folyamatosan hívják fel a figyelmet, miközben a vadgazdálkodás szép, de egyáltalán nem könnyű feladatai is rájuk hárulnak. E témákról Szabó Lászlóval, a szervezet megyei titkárával beszélgettünk, és természetesen kikerülhetetlen volt, hogy a salgó környéki medve és farkas helyzetről ne ejtsünk szót. Köszöntöm Önöket, a Hírefem szerkesztő riportere Andó Ákos vagyok. Jó ma vadásznak lenni? Én azt gondolom, hogy igen, ez egy hivatás, egy ősi mesterség, amit örököltünk, és én azt gondolom, hogy még valamelyest a vadászok kötődnek a természethez, a környezethez, még talán azt is megkockáztatom, hogy kicsit értik is a szavát. A mai online világban ez nagyon fontos, hogy a gyerekeinket is megpróbáljuk egy kicsit visszahozni a természetbe, a környezetbe, kivenni a a telefont és a különböző online eszközöket lássák, értsék egy picit a természet életét, működését. A vadászoknak minden megyében, így Nógrád vármegyében is egy kamarába kell tömörülni, és a Nógrád vármegyei vadász kamara aktív időszakot élt az elmúlt időszakban, hiszen például egy új épületet avattak néhány nappal ezelőtt. Miért kellett a régi városházi irodából egy saját épületbe költözni? Igen, ez nagy öröm számunkra. Egy hosszadalmas előkészítő és szerencsére támogatott projektet nyújtottunk be az Országos Kamara központjába. A Városházán problémák voltak hozzánk érkező ügyfeleknek a parkoltatásával is. Ugye kevés a parkolóhely, fizetni kell érte. Egy 44 négyzetméteres kis. Irodából voltunk a negyedik emeleten, szerencsére egyre több technikai eszközünk van, ezeknek az eszközöknek a tárolása is nagy problémát jelentett. Nem tudtunk csinálni egy 20-30 főre egy kis konferenciát, megbeszélést, hiszen nem fértünk el sehol. Mi vizsgáztatunk, az ifjúvadász élőteket is vizsgáztatjuk. Minden esetben valakitől kérni kellett, vagy bérelnünk kellett termet, és ezek a problémák. Most megoldódott egy családi környezetben, egy családi házban, amelynek nagy szép udvara van, gyümölcsfákkal, egy nagy teremmel, ahol meg tudjuk oldani a maga a vizsgáztatást, kisebb konferenciákat tudunk szervezni, nyugodtan tudnak parkolni. Egy kis, én azt gondolom, egy ilyen családias környezet van. A helyi vadászatra jogosultaktól, akik akik vármegyében működnek, kaptunk trófeákat, feldíszítettük, teljes egészében még nincsen kész a székházunk, még szeretnénk egy kis bemutató termet csinálni, nem beszélve arról, hogy szeretnénk a jövőre már egy gyerekprogramokat ott elindítani, ifjú vadászokat vagy vadászjelölteket nevelni ott. A kolléganoim nagyon megfelelő környezetben vannak, most már elférnek, tágas helyen vagyunk, van raktárhelyiségünk, van pincénk, tehát mindent el tudunk tárolni, megfelelő szinten tudjuk fogadni az ügyfeleinket, a vadászokat, akik jönnek hozzánk. Úgy gondolom, hogy egy jó erőrelő lépés volt, más vármegyék is már meglépték, nagyobb vármegyék, akiknek nagyobb anyagi lehetőségük volt, de szerencsére a most megkaptuk mi is egy nagyobb támogatást, és egy kis pénzt mi is hozzátettünk, és ebből meg tudtuk valósítani egy modernet, ahol naplemrendszerrel működik maga az épület. Milyen programokat tervez bele a vadászkamara? A programok tervezése most van folyamatban. Ugye a gyerek vadásznap már megvolt, mivel még akkor nem történt meg az átadás, ezért egy másik külső helyszínen volt. Szeretnénk, ha ugye a nagyvadászati vad szezon most indul, szeptember-októberban a gimszarvas bőgésével után, dámszarvas barcagásával, novemberi hónapban egy konferenciát, változott a vadászati törvény, a végrehajtási rendelet is változni fog, és ennek az ismertetését szeretném a Vadászata jogosultakkal átbeszélni, és milyen lehetőségénk vannak a minél jobb kihasználása érdekében. A vadászok tehát most már ebben az új épületben tudják a mindennapos dolgaikat intézni. Hol van ez az épület, és egyébként látogatható? Természetesen reggel 8-tól délután 16 óráig nyitva van az épület, kolléganőim ott vannak ők kiszolgálják, az esetek többségében menésben tartózkodom, van, amikor külső helyszínen vannak programok, azokon veszek részt. Ingyen tudnak parkolni, az Eperjesi Tragotarjánban jobban ismerős, a Katonai Húzsaf út 5 szám alatt van az épület. Szerencsére nem csak egyedül vagyunk ebben az épületben, ugye Nógrád megyében működik egy vadászszövetség is, a vadászatra jogosultak képviselete, az is ott működik, egy székházban vagyunk, és még működik a Nógrád megye vadászati kultúrájáért Alapítvány, ami szintén abban az épületben kapott székhet, így hárman nagyon szépen elférünk, együttműködünk, és hát remélem jó, együtt tudunk majd dolgozni. Azon a napon, amikor ennek az épületnek az ünnepélyes átadása történt, bemutatott a vadászkamara, illetve a Nógrád megyei vadászszövetség egy új jelvényt is, amelyet azt hiszem az országban először láthattunk vadászokon. Igen, a közhasznó alapítvány egy pályázat formában sikerült némi eszköz, pénzeszköz jutnia, és ebből a kamarának a hivatásos vadász alnökével megterveztek egy új kitűzőt, egy jelvényt, amit a hivatásos vadászok ordanak, egy ilyen emblémaszerűséget, amely angolul is magyarul rajta a Nógrád vármegye felirat, tehát valahol az erdőben vagy a mezőn találkoznak a turisták, hogy idegenek a hivatásos vadászok lássák, hogy ő egy rendészeti feladatot ellátó személy, ő hivatott arra, hogy megállítsa őket, akár iratait ellenőrizze, akár a gépjárműt átvizsgálhassa, és ez egy új kezdeményezés, reméljük, hogy a országosan is átveszi majd a hivatásos vadászok népes tábora, és ezen jelvény mindenki a saját vármegyének megfelelő felirattal használni fogja. Azt lehet tudni, hogy Nógrád megyében hány vadász van, hány vadásztársaság, hányan jogosultak arra, hogy az erdőt járják? Igen, ez egy érdekes téma, hiszen úgy működik a kamai rendszerben, hogy abban megyében kell neki vadászegyet váltania, ahol állandó lakhely rendelkezik. Ezért Nógrád megyében nyilván tartunk 1925 fő vadászt, aki itt váltja a vadászegyét. Ennél sokkal többen vadásznak Nógrád megyében, hiszen a Pest megyéből is 2-3 ezer fő itt vadászik, Nógrádban. Sajnos ők nem itt váltják a vadászjegyet, azért mondom, hogy sajnos, mert ebből van a kamarának egy bizonyos százalékban pénze, amit marad a megyéknél, és nem fizetjük be a központ számlájára. Vadásztársaság, jobban mondva a vadászatra jogosultnak hívjuk most már őket, hiszen nem csak vadásztársasági formában vadásznak, hanem gazdasági formában is vadászhatnak, az Ipoerdő ZRT-nek is vannak területei, 53 vadászatra jogosult van Nógrád megyében. És ez a szám, mármint hogy a vadászok száma minden évben emelkedik, hiszen minden esztendőben, így szeptember elején avatják az új némródokat, vagyis a fiatal vadászokat és az új dianákat, hiszen azért hölgyvadászok is vannak. Azt lehet tudni, hogy körülbelül milyen arányban van hölgy és férfi vadásznográd megyében. Csak tippelni tudok, a nagy örömömömre számomra egyre több hölgy jelenkezik az utóbbi időben vizsgára is. Még mindig azt mondanám talán, hogy ilyen 25 és 75 a férfiak viszik el a prímet, viszont 85-en vizsgáztak Nógrád megyében, azt is tudni kell, hogy csak Nógrád megyé állandó lakhelyen rendelkező vizsgázhat Nógrád megyében, az új vizsgaszabályozat szerint, és egyre több hölgy jön, ami nagy erőn számunkra, hiszen egy külön színfoltja vadászatnak, amikor a hölgyek is részt vesznek benne. Az új vadászok mikor tettek vizsgát, és milyen eredményességgel? Két hónapot leszámítva most a nyári időszakban, ez kimaradt a vizsgáztatásból. Minden hónapban a jelentkezők létszámától függően tartunk vizsgát, egy vagy két vadász tartunk. A vizsga eredmények, hogy a mióta kötelező tanfolyam van, ez a 120 órás tanfolyam, így nagyban javulnak a vizsgeeredmények. elég szigorú a bizottság, egy négyfős bizottság a 60-65 százalékos eredménnyel vizsgáznak a vizsgázók. Így nyáron a vadászok egy hagyományos lövészversenyt is szoktak abszolválni Nógrád megyében, és aztán innentől pedig a legjobbak az országos versenyre is feljutnak, illetve ott is részt vesznek, és hát elég szép eredményeket értek el az elmúlt években. Idén is volt -e ez a lövészverseny. Igen, a hivatásos vadászoknak van egy Nógrád megyei válogató versenye, és ezen egyik versenyszám a sörétes lövészet és a golyós lövészet is a különböző vadfelismerések és növényfelismerések mellett. Az idén is megvolt ez a verseny, 15 fő hivatásos vadász vett részt, ez nem kötelező részükre, Nógrád megye az első három helyezettet külön pénzjutalommal díjazza, és az első helyzet pedig részt vehet az országos versenyen megméretetésen. Az idén is részt vettünk az országos megméretetésen, egy új fiatal ember nyerte meg a megyei válogató versenyt, a Sándor Norbert cserepes ő indulhatott az országos versenyen, ahol én azt gondolom, hogy hetedik lett, mint kezdő, mint első alkalommal résztvevő ilyen országos versenyen, kicsit megilletődve, de én azt gondolom megfelelő és jó eredményt ért el, és tovább öregbítette Nógrád vármegye hírnevét. Említetted már néhány gondolattal ezelőtt, hogy szeptember 1 elindul a nagyvad szezon. Mi az, amire figyelniük kell nem csak a vadászoknak, hanem egyáltalán a hétköznapi embernek, aki mondjuk túrázni indul. Elsőként a gépjárművezetőknek szeretném felhívni a figyelmét, hogy a most ért véget az őznász, és szeptember, Nógrád megyében szeptember 15 környékén beindul a szarvasbőgés. A ilyenkor a gímszarvas figyelmetlen lesz, és napközben is elég sokat mozog. Megjelent az országúton, különösen figyelni kell az est és a hajnali órákban vagy az éjszakai óránkban. Az útjaink mellett nagyon sok helyen pár méterre ott van az erdő, tehát bármikor átválthatnak, kergetik egymást a bikát, verekednek, tehát nagyon kell figyelnünk. Ez lenne az autóvezetők felé az első kérésem, hogy nagyon figyeljenek oda. Ez majd később folytatódik, hogy a dámok barcogásával, ők kevésbé mozognak az úton, a sajátosságokból kifolyólag, ugye a bika hívja magához a teheneket, nem úgy, mint a gimszarvasnál. A második hogy a túrázóknak megkérem a tisztelt túrázókat, hogy ne hajnali és az esti órákban túrázzanak, mert akkor fokozott vadászati tevékenység folyik majd az erdőkben és a legelőken területeken. Megkérem a futókat is, hogy lehetőleg ne este sötétben vagy szürkeletben fussanak. A kutyákat pórázan vezessék, ne engedjék el a kutyát, ne legyen probléma, nyilván akár baleset is keretkezhet az ilyen dolgokból itt akkor mindenki saját magára vigyázzon, és tartsa be azokat a szabályokat, hogy korahajnalban, illetve szürkület után, ha lehet, akkor már ne látogassák ebben az időszakban az erdőt. Ez körülbelül meddig tart? Általában, amikor elindul a főbők, és olyan szeptember 15-től október 10-ig. Tehát ha mondjuk október végéig óvatosabbak, akkor, Igen. akkor az nem, nem lesz baj. Ha valaki hallgatni szeretné a szarvasbőgést, az hol teheti meg? Én azt gondolom, hogy vannak ilyen makadámutak, vannak országutak, és itt nincsenek távolságok, de azért rég messzire elhatszik a szarvasbőgés ott, ha megáll az autóval egy kis parkóba, hallhatja. Kérem, hogy ne zavarják a vadászokat, hiszen bérvadászat is folyik, külföldiek is jönnek, és komoly pénzeket fizetnek azért, hogy ők egy-egy bikát elejtsenek. És én magam is rendszeresen tapasztaltam, hogy megpróbálnak fejlámpával éjszaka turisták oda menni a bőgőbikához. Ez nem egy jó ötlet. Egy az, hogy baleset veszélyes, második, hogy nem fog tudni oda menni, hiszen a bika vigyáz magára, el fog szaladni. Megzavarják a bőgést, elmegy máshova az az állat, kockáztatják a vadászatnak a sikerét is. Illetve nagyon sokan fotózni járnak ki, gyönyörű képek készülnek, de gondolom itt is érdemes figyelni. Ez egy külön problémás nehézség a, a vadászat jogosultaknak, hiszen ezek a természetfotósok terepruhába beöltözve álcahálóval időnként bokornak, álcázzák magukat, és hát hajnali órákban is kint vannak úgy, hogy nem tud róla a vadász, és hát elég kellemetlen meglepetések, és időnként viták is szülnek ebből. Beszéljünk egy kicsit magáról a vadászatról. Nagyon sok ember fejében van az a gondolat, hogy a vadász az öli az állatot, és gyakorlatilag pusztítja a vadállományt. Tegyük ezt egy kicsit rendbe. Mi a vadászat célja Magyarországon? Én azt gondolom, hogy a, ugye ez egy ősi mesterség, egy ősi hagyomány, amit azok az emberek, akik elég sok időt szánnak a szabadidejükből, és a pénztárcájából is nem kevés összeget, erre azok az emberek kicsit pontosabban látják. Azért szoktuk az országos és a megyei Vadásznapokon is egy kicsit megmutatni, hogy miről szól ez a, a hivatás, mert valahol ez egy elhivatás természetfele. Hiszen megfelelő terszámok alapján dolgozunk, amit a vadászati hatóság előír. Itt előírja a darabszámot, melyik fajból mennyit lehet elejteni, előírja azt, hogy akár a korosztályból, a trófeás a fiatalból, középkorú középkor és az öregtől mennyit lehet elejteni, és milyen minőségű állatot azt is előírják egy jó képességű, fejlődőképes, középkorú vagy fiatal gimbikát nem lehet elejteni, hiszen szankciókkal büntetik. Mindent előírnak számunkra a korábbi becsések alapján. És én azt gondolom, hogy ha nem lenne ez a vadgazdálkodás, és nem működne így a vadásztársadalom, akkor két lehetőség van. Afrikai országokban már bebizonyosodott az a dolog, hogy ahol nincs teljesen vadászat, és nincs az országnak ebből árbevétele, ott szinte teljes egészében kipusztították a vadállományt. A másik véglet pedig, hogyha nem vadásznánk, olyan mértékű szaporodás lenne a vadállományban, ami a mezőgazdasági termelést veszélyeztetné. Nem beszélve arról, hogy a lakott területen egyre több vad jelenne meg, még ennél is több, ami most megjelenik. Aztán ugye mind a természet csodájátból kifolyólag, és amikor valami túlszaporodik, akkor azt tapasztalhatjuk valami betegségüti fel és akkor elpusztulnának szerencsétlenek. Úgyhogy én azt gondolom, a vadászat egy megfelelő mederben tartja jelenleg ezt a természetes állományt, ami Magyarországon van. Említetted a túlszaporulatot, Ilyenkor szokott az megtörténni, hogy bizonyos területeken, akár vikendházaknál, akár családi házaknál megjelennek a kertek végében, akár a vaddisznó, akár az őz, nem kis gondot okozva a tulajdonosnak. Mit tehet ilyenkor egy tulajdonos, és mi az, amit semmiféleképpen ne tegyen? Ez egy nagyon nehéz dolog, hiszen ott abban a kiskertben elkezdő valamit termelgetni, egy kis konyhakertet. Ugye csak gondoljunk be magunkból, hogyha van egy asztalon egy száraz kenyér, a másik oldalon meg a jobb-ne-jobb sültek természetesen, hogy a sültek felé nyúlnánk, mi is nem a száraz kenyeret szeretnénk elvenni. A vad is így van érzi. Érzi a teljes kukoricát, érzi azon mezőgazdasági terményeknek az illatát, az ízét, és megpróbál bemenni. Én azt gondolom, mindenképpen el kell keríteni. Tehát kerítés nélkül nagyon nehéz ezt a dolgot megőrizni. Az sem baj, hogyha van egy kutya, ami elriasztja őket kint az udvaron a maga helyén, és akkor így tud védekezni, és akár vagy tudja elzavarni az oda belátogató állatokat. A vad nagyon okos, a kimondottan a tanulékony állat. Ő megtanulja, hogy a elbokrosodott házak környéken, ahol még tele van gyümölcsfával, és teremnek is, ott ő jó érzi magát, nem vadásszák, nem bántják őt, hiszen lakott területen belül nem lehet ilyen tevékenységet folytatni, és nem is tartozik a vadászterület részévé. Nem beszélve arról, hogy van, aki örül nekik, van, aki eteti az emletes házak szemetese mellett, és hát persze, amik itt nőnek föl, akár malackák, azok már megszokták ezt a környezetet, és nem is akarnak innen eltávolodni. Mit tehetünk, kinek jelezhetjük, hogy túlságosan sok vad van a kertünk végében, vagy akár a lakótelepi házaknál? Kormányhivatalon belül működik egy vadászati hatóság, a vadászati hatóság részére, vagy a helyi jegyzőnek kell észrevételezni, és a jegyzőnek intézkednie kell az ügyben. Ebben az évben milyen a vadállomány? Elszaporodtak, vagy egy normál tartományon belül találhatók, akár apró vadak, akár a nagyobb vadak. Ugye Nográd megy a nagy vadállományáról híres. Az apró vadállomány elég kevés volt. Azt gondolom az utóbbi időben a nyúl, mint egy picit kezdene feljönni. Ez köszönhető annak, hogy egyre több helyen van pillangós vetemény, és a pillangós nagyon szereti a nyúl. A vadászata jogosultak egyre több helyen csapdázzák a ragadozókat. És ez is a, úgy van, a nagyban hozzájárul, hogy elszaporodjon a nyúl. A fácánt kevésbé látom így, a fogolytás egészében sajnos kipusztult. Nográd megyéből nagy vadállománynál az őznél nagy bajok vannak, az üzlétszáma folyamatosan csökken, minősége drasztikusan romlik a trófeáknak. Valamit tennünk kell az ügyben, egyrészt a ugyanon kaszálóknak, bevett területeknek köszönhetően rengeteg őzgidát elkaszálnak. Sajnos nem kötelező a vadriasztólánc használata a kaszálások alkalmával, csak a Natura 2000-es és természetvédelmi területeken. Szeretné felhívni az állatvédők figyelmét, hogy több száz őzgidát kaszálnak el évente csak Nógrád megyében. Ez hogy történik, hogy képzeljük el? Ugye az első kasszálás alkalmával van ez. Annyira kicsi még a gida, hogy úgy bújik meg, hogy az anyja elfekteti, és lebújik akár a fűben, akár a lucernában, és ő nem mozdul. És azt gondolja, hogy a traktor elmegy mellette, ott van össze bújva a szerencsétlen kisállat, a kasza pedig jobb esetben csak oldalt van, van, amikor mindkét oldalt is elől is van egy fűkasza, az pedig átmegy rajta és elkaszálja a szerencsétlen kisállatot ilyenkor az őz mekkora méretű? Tehát, hogy el tudjuk képzelni, hogy egy milyen pici állatot kell elképzelnünk. Hát szerintem a két tenyerünk belférne, mikor összehúzódik és összebújik a talszik. Tehát az, hogy a traktor vezetője őt szemmel észre egy, az gyakorlatilag lehetetlen a magas fűben kizárt dolog. Ez csak a technikai eszközökkel, hőkamerával, valamikor keresték a nagyobb utcán a külön erre kiképzett vizslákkal, és ugye meg sem szabad fogni, mert onnantól kezdve az anyja nem fogadja el többet, de kezdjük el, vagy maga a fű el ott, ami körülött, ahol megfogják és kiviszik onnan. Próbálkozunk, én szeretnék elnétani, vagy egy alapítványt, vagy egy országos akciót, hogy valamit tegyünk ennek érdekében, hiszen ha egy kutyát kidobnak, azt is megpróbáljuk megmenteni, mert helyre visszük. Több száz őzgidát kaszálnak el. És nem, nem csak őzgidát elkaszálják a földön fészkelő madarakat, teszik a fészkeket, a tojásokat. Nem csak az őzgidákkal van ilyen probléma ezzel kapcsolatosan. És ugye Nógrádban is egyre több dombos hegyvidékes területet kaszálnak le, ami korábban el volt bokrosodva az állami támogatás miatt egyébként nagyon jogosan letakarítanak és kaszálóvá nyilvánítják. És ezáltal érdekes módon, hogy az őz nem az erdőben fekteti el a gidáját, hanem az ilyen mezőgazdasági területeken. Úgyhogy ezért az őzállománya rendkívül módon csökken. A szarvasból azt gondolom, hogy megfelelő mennyiség van, talán azt is mondom, hogy picivel sok, de hát a mivel a szarvas csak egyet ellik általában, ez két-három éven belül remélem a vadásztársadalom helyre tudja ennek a létszámát tenni. Ugye a vaddisznó egy érdekes helyzet. Vaddisznóból az afrikai sertéspest is nagyon megtizedelte, inkább vagy azt mondanám, hogy három-egy részt az állománynak. Egy érdekes helyzet alakult ki, észak-déli irányban, balasagyarmatnál, mintha egy sorompó lenne a megye kereti és nyugati része között. A megye keleti részén szinte teljes egészében kipusztult a állomány, még a nyugati részén nem ment át a vírus. Nem tudja senki megmondani miért, nem értjük ezt a dolgot, de örülünk neki, hogy oda legalább nem ment át. Sajnos itt a keleti részen újra vannak pozitív esetek, ha nem is olyan sok már, hiszen jóval kevesebb az állomány. Ezáltal a vadászata jogosultnak, hogy kipusztult a vaddisznó szinte teljes egészében óriási árbevétel kiesése van, hiszen az ország többi részéből külföldről is nagyon szívesen jöttek Nográdban vaddisznóhajtásokra. Nagyon híresek voltak a vaddisznó hajtásaink, jól megszervezve, megfelelő számú Fűszerezve, hűszerezve, sajnos ez most már elment, és hosszú időre láthatólag nem is fog javulni a helyzet. Ezt akartam kérdezni, hogy van-e arra esély, hogy a közeljövőben valamilyen módon ez az állomány visszaszaporodjon? Hát ha itt marad a vírus, és igazak azok a megállapítások, amit akár Korzikán vagy Spanyolországban, hogy 50-60 évig ott volt a vírus, és minden évben, amikor egy kicsit jobban feljött az állomány létszáma, akkor újra megjelent a vírus, és újra elpusztította a részüket, akkor viszont azt gondolom, hogy hosszú évtizedeken keresztül nem fog javulni. Ha csak nem tesz a természet csodát, és nem lesz immunitás, nem alakul ki az állományban. Mi a helyzet a területen a ragadozókkal? Érdekes módon 2017-től megjelent a farkas a bükkben, a mátrában, a karancsban, és a belső cserhátban is, és a medve is. A, ezek a nagy ragadozók ugye valamikor csak át, -át Szlovákiából, megfordultak nálunk a kemény tereken, aztán vissza is mentek. Az aktuális karsz környékén volt mindig egy farkas család, ott ők el voltak, volt egy kis szaporulat is, de különösebben nem népesítették be azt a térséget. Most 17-től elég nagy mennyiségi farkas jelent meg a területen, és ezek itt vannak. Nem félnek az embertől, ami nagyon nagy baj. Napközben is látni őket, turisták is látni vélték. Vannak olyan videók feltéve, amit telefonnal gondoltad, hogy milyen közel lehetett az egó farkas. Három fiatal farkas megfogott egy vaddisznós üldőt, és nem tudták megölni. Húzgálták, vonták, de nem tudták megölni, mert nem tanulta meg a szüleitől, hogy hogyan kell ezt elvégezni. Én azt gondolom, hogy ez problémát fog okozni a turistáknál, olyan mértékben szaporodik a farkas hogy a hadgazdálkodást is veszélyezteti, de a turizmusban is problémát jelent. És nem azt gondolom, hogy az embert meg fogja támadni, nem a kutyát. Ugye a Covid alatt nagyon sokan vásároltak, vagy neveltek fel kutyát, és ezzel sétáltak, mert ezzel volt lehetősége. Most ezek az állatok megmaradtak, és viszik őket a természetben. Elengedik. Elvileg nem lehetne csak pórázon vezetni kint az erdőben is, a legerőn is, de elengedik őket. Megtalálja egy ilyen farkas falkát, megtalálja egy kutya. Azt azonnal meg fogják ölni a farkasok. Ott a szeme az pedig nem hiszem, hogy egy, egy, jó lelkű embernek az hasznára fog válni, hogy a szeme láttára ölik meg a kedvencét a farkasok. Sőt, hogy nem, hogy meg csak megölik, meg is eszik. A farkasnak az egyik préda állátja a kutya, amit könnyebb elfogni, csak gondolj be, mennyi könnyebb elfogni neki egy kutyát, mint egy szarvost vagy egy győzet. De ugyanez a helyzet a medvével. A medve is itt kóborol, ugye olyan mennyiségben elszaporod a szlovákiában a medve, egymást ugye elűzik a területről, és ami levonul ide medve, akár egy medve bocsokkal lejön az anyamedve, az jó érzi magát, itt is marad. Aztán, hogy majd itt hogy alszik téli álmat a rengeteg motorostól, a kvattól, a fakiteremelőtől, az agoncsozóktól, azt nem tudjuk, de ha nem alszik téli álmat, akkor feszült lesz, probléma lesz, és ő meg fogja az embert. A medve, mint az erdély barátaink is mondják, nem játék. És ha ott elalszik a medve valahol az erdély, és a kis kutya rátalál, megijed a nagy állattól, amikor föl kell, visszaszalad a gazdájával, sarkába a medvével, abból viszont bonyodalom lesz is probléma. Mi az, amit tehetünk? Ugye beszéltük már az imént, hogy a vadászati időszak alatt a nagyvadaknál mit ne tegyen, illetve mikor kerülje az erdőt az ember. Mit tegyen akkor, hogyha farkas lát valaki egy erdei a során, ne hagyj Isten medvét. Hát a farkasnál nem hiszem, hogy problémát jelent. Én azt gondolom, hogy ha véletlenül kutya van nála, az közvetlen alába mellé fogja meg a porázza, és el ne a kutyát, mert biztos, hogy megöli a farkas. Próbálja kikerülni, elmenni egy másik útvonalon, kicsit beszélgetni, vagy hütyögni. Bár ezek a farkasok nem tudjuk, hogy igazi farkasok-e. Mindegy, el fog menni. Ezt az igazi farkast azt értettem, hogy igazi vad farkasok, akik a természetben nőtek fel. A medvével kapcsolatosan csak találgatunk. Erdély barátainktól, meg a felvidékiektől próbálgatunk tapasztalatot gyűjteni és kérdezni őket. Elmondanak eseményeket, nem tudni a medvéről mit lehet csinálni. Azt gondolom, hogy az erdőben, ha elmennek turistaként, akkor ne hagyják el a turista alakat, nem menjenek a bokros részekbe, beszélgessenek, fügyörészenek, halkan beszélgessenek. Talán így ki tudjuk kerülni a medvét aztán, hogy mit lehetne csinálni, hogyha a medve eljön felénk, megmondom őszintén, nem tudni attól függ a medvének milyen a Lehet, hogy csak meg akar ijeszteni minket. Ne akarjuk a bocsokat megsimogatni, mert aranyosak. Ne akarjunk közel menni hozzá, videózni, hogy mi a selfie csinálunk a medvével, mert baj lesz belőle. A medvét nem tudjuk, hogy mikor milyen gondolata van, és hogy támadni kényszerül -e, vagy nem. Az pedig, hogy majd viszünk ilyen a medvesprét a hátizsákba, és amikor a medve közel van hozzánk, és jön felénk, azt még előkotorjuk a hátizsákból, és akkor még lefújuk vele. Csak azt tudom mondani erre, hogy a medve megfogja a szarvost. A szarvosnak sokkal jobb a az a szeme, meg sokkal gyorsabban fut, mint mi. Úgyhogy nem biztos, hogy a medvével kellene küzdenünk. Tehát megpróbáljuk ugyanúgy elkerülni, a kijár turista östvényeken járni hajnalban, este, ha lehet nem futni, nem sétálgatni, hanem napközben próbáljuk meg ezeket a túrákat. A lovas turizmusnak is nem kell bemenni a sírű erdőbe, a medve azért megeszi a lovat is. Azt lehet tudni, hogy Nógrád megyében és Agotárján környékén hol láttak medvéket? Ebből azért nagyjából lehet arra következtetni, hogy amerre valaki jár, ott éppen közelmúltban láttak-e? Hát most már azt gondolom, hogy a belső cserhát kivételével mindenhol láttak. Láttak Ipolyszögnél, Dejtárnál, Barasagyarmatnál, a Karancsba, a Karancsfensinkon, a Mátrában, Pásztó környékén, a Szentkút környékén, szinte mindenhol előfordult. Most nem mondanám, hogy túl nagy a populáció, a létszámuk, hanem inkább azt gondolom, hogy kóborról keresi az élőhelyét. Ezért van, hogy többször látjuk a medvét itt vagy ott. Aztán időnként vannak hamis észlelések is, amikor laikusok egy vaddisznóra, ami megugrik a bokorba, azt mondják, hogy medve. Milyen egyéb vadállatok fordulnak még elő a Nógrádi erdőkben, akár itt Salgó-Tarján környékén, gondolok, akár Hiúzra, mert egy időben ennek is híre ment. Igen, a hiúz is itt van. A hiúz nagyon óvatos állat, őt nagyon-nagyon ritkán lehet látni, még a vadászok is nagyon ritkán látják. őnek neki minimális létszámuk van, darabszámuk nem tudjuk pont ezért megmondani. Időnként szembesülünk azzal, látjuk a nyomát, vagy az általa ejtett prédát, de ők nagyon rejtett életmódot élnek, őt nagyon minimálisan. Amiről még nem beszéltünk, a dámszarvasról, ugye októberben kezdődik a barcogással, Góta, a térségében térségében, a Szentkut környékén nagyon jó állomány van, nagyon jó agancs állomány van. Olyan minősége van neki, hogy nagyon sok az ezüst és aranyérmes trófea köztük, ugye minden ősszel van a Szent Kutnál egy trófea szemle, amit a kamar és támogat is részt vesz a szervezésében. Ott lehet látni ilyen dám trófeákat is, hogy milyen gyönyörűek, és azt gondolom, hogy ha az ottani vadgazdálkodó erre megfelelő hangsúlyt felez, akkor itt még akár országos szinten is nagyon jó minőségű trófeákat tud majd előállítatni ezekkel az állatokkal a Mátrában, a Karancsban, a Bűkben és a belső Cserhádban is van még egy pár darab mufla, amit a farkas nem fogott meg. Egész jó állomány kezdett kialakulni a vadgazgálkodók hozzáértésének köszönhetően. Szerették nagyon a vadászatra jogosultak a vendégek is, hiszen egész nap lehet vadászni. Rá ő napközben is mozog, nem úgy, mint a többi állat, hogy általában a hajnalban is este. Egész jó bérvadászati lehetőséget biztosított. Aztán, hogy most ebből maradni fog-e, vagy nem, az majd a jövő kérdése lesz.